A lakáspiaci helyzet, az ingatlanárak és a lakáshitelek a közélet állandó témái manapság. A hét elején szó volt műsorunkban a magas ingatlan eladási számokról és az árakról is. Érdekesség, hogy miközben több lakást adnak el, csökken a kihelyezett lakáshitelek száma. 40%-kal több ingatlan cserélt gazdát az elmúlt hónapban, mint egy évvel korábban. A legfrissebb országos lakáspiaci tükör ezt mutatja. Már egy jó ideje felfelé ível a tranzakciók száma, az új és a használt lakások piacán is nagy a kereslet. Az eladóknak kedvez a magas ár, aki lakást szeretne venni, annak kevésbé, mert hogy vidéken is egy, de akár másfél millióval is többe kerülhetnek az ingatlanok, mint tavaly ilyenkor. Emelkedtek a négyzetméter árak, és az északkeleti régióban is akár 150-160 ezer forintos négyzetméter áron kínálhatják a panellakásokat. A vásárlók között sok a készpénzes vevő. A szakértők szerint a broker botrányok után inkább lakás és üzleti célú ingatlanba fektetnek be a korábbi betétesek. Az állami támogatások és az idén az építőiparban bevezetett 5%-os áfa csak később lendíthet a lakásépítéseken. A kamat támogatott lakáshitelek iránt egyelőre nagy az érdeklődés, viszont kevés a csokos szerződés. Egyrészt a hitelfelvételhez önerő is szükséges, ami fékezi a hiteligénylési kedvet, másrészt a magasabb lakásárak miatt is kivárnak sokan az adásvétellel. A témát már is folytatjuk itt a stúdióban, Malakuciné Póka Mária, a KSH Debreceni főosztályának főosztályvezetője, a vendégem, jó estét kívánok! Nagyon érdekes ez az összefüggés, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan arról lehet hallani, hogy az ingatlanpiac megmozdult, egyre több lakás gazdára talál, illetve megnövekszik a lakáseladások száma, viszont érdekes módon sok a készpénzes vevő egyrészt, másrészt pedig a hitel, a kihelyezett hitelállomány csökkenést mutat. Milyen relációban figyelhető ez meg országos viszonylatban természetesen? Igen, sajnos térségi adatok vonatkozásban nincsenek. A hitel állománya az, ami csökken a lakáscélú hiteleknek az állománya. Ez 2015 végén mintegy 3000 milliárd forintot tett ki. Ha ezt egy nagyobb idődimenzióba helyezzük el, akkor valamikor a 2010 környékén majdnem 1000 milliárd forint volt ez a hitelállomány. Ugyanakkor a hitel állomány csökkenésével párhuzamosan 2013 második felétől az engedélyezett hitelek száma is nőtt, tehát ezek az intézkedések azért a hitelkeresletet csak élénkítették, hiszen valamikor 2013-ban egy 150 milliárd forintos engedélyezésről volt szó éves szinten, és ez 360 milliárd forintra emelkedett. Tehát van egy kis élénkülés, messze nem annyi, mint mondjuk 2008-2009 környékén, amikor 1000 milliárd forint környékén 8-900 millió forint körül volt az adott évi hitel kihelyezés. Egyébként a KSH jelentése rávilágít arra is, hogy ez összefüggésbe hozható az átváltott deviza alapú jelzálók hitelekkel. Hogyan? Igen, egyértelmű az összefüggés, hiszen gyakorlatilag a 2015-ben marginális a devizahiteleknek a részaránya. A hitelek közel 100%-a, 7 milliárd forint körül van összesen a devizahiteleknek az állománya. Ugye az átváltás az a piaci árfolyamnál egy alacsonyabb árfolyamon történt, és ez az alacsonyabb átváltás az kedvezően befolyásolta a hitelállománynak a csökkenését, hiszen a devizahitelek 1,7 milliárd forinttal csökkentek. Itt most 14 és 15 relációjában beszélünk, hiszen a devizahitelek kivezetése gyakorlatilag az 2015-ben valósult meg. Tehát itt egy nagyon nagy csökkenés volt, ami együtt járt a forinthiteleknek egy 1,4 milliárdos 1,4 milliárd forintos emelkedésével. Tehát az átváltás önmagában okozta a hitelállománynak a csökkenését. Hogyha megnézzük azt is, hogy, és itt az ingatlanpiaci jelentésekből ez egyértelműen elolvasható és látható, hogy az ingatlanpiacon megnövekedne a lakás
igénylések száma az új építésű lakások iránt, ha lenne elegendő új építésű lakás, mert hogy egyébként lakáshitelből használt ingatlanokat vásárolnak inkább az emberek, amennyi új lakás van a piacon, országszerte, az már mind elkelt. Mi a helyzet ebben a régióban, vagy tulajdonképpen az országra levetítve is, mindenki azt várná, hogy a lakás építések száma is növekedni fog a következő időszakban, és itt az áfa csökkentéssel ez összefüggésbe hozható természetesen. Igen, számos piaci szereplő erre az élénkülésre vár. Ugyanakkor egy rendkívül alacsony szintű lakásépítési piac van jelenleg Magyarországon. A 70-es évekhez viszonyítva gyakorlatilag tizede az építések száma, ez igaz a megyére és igaz országosan is. Országosan 2015-ben egy ilyen 7,6 ezer lakás épült összesen, ugye valamikor 2004 környékén 40 ezer lakásépítésre volt gyakorlatilag, annyi használatban vételt engedélyeztek. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében összesen 159 lakás épült. Ez ugye jóval kisebb a több ezres nagyságrendhez képest. Ugyanakkor mutatja a statisztika azt, hogy élénkülés várható a lakásépítési piacon, méghozzá jelentés élénkülésre lehet számítani, hiszen nem csak az építések számát, hanem a kiadott, tehát nem csak a használatbevételek, hanem a kiadott építésengedélyek számát is figyeljük, és ott egy nagyon intenzív bővülés van. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében egy 42%-os növekedés, és országosan is egy 20%-ot meghaladó emelkedés van. A fővárosban a legnagyobb ez a növekedés. Igazából ez a következő években lesz mérhető, és ennek hatása a következő években lesz mérhető. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és sikerült megmagyarázni ezeket az adatokat. Én úgy gondolom, hogy innen fogjuk mi még folytatni a következő időszakban, ahogyan látjuk, hogyan alakul ez a téma. Köszönjük szépen még egyszer!